Ez az, Robi, megcsináltad! Harmadtáv, hát egyébként érdelad a átúszáson. Nem adtad fel, itt vagy, kvalifikáció után összeszedted és megcsináltad. Gratulálok! Köszönjük, Dávid! Nagyon sokan kimerültek vagyunk. Újra és újra erőtlenek. Nem tudom, hogy téged mennyire érint ez a folyamat. Minden esetre, ha igen, akkor szeretnék neked bemutatni egy utat, amelyet magam is járni kezdtem, és sokan vannak, akik már ezen az úton vannak, és egy lehetséges módja az erőbeemelésnek. Ahhoz, hogy a benned lévő rejtett potenciált kibontakoztasd, és letedd azt, ami nem szolgál, és megújulj. Ehhez a mai napon egy beszélgető partnert hívtam. A magyar Wim Hof, én így nevezem őt, egyike legalábbis azoknak, akik a jeges merülést és a hideg kihívást élik, és segítenek most már ebben az másokat is beemelni, erőbe emelni, ezen az úton beavatni. Kemény Róberttel beszélgettem a jeges merülésről, a hideg kihívás áldásos hatásairól, és a boldog emberről. Én nagyon nagy szeretettel köszöntelek, kedves Kemény Róbert, itt a videósorozatunk második beszélgetése alkalmából. A megújulásnak szenteljük ezt a sorozatot, és nem véletlenül vagy itt, de mielőtt elmondod, hogy miért vagy itt, köszönöm szépen, hogy így össze tudtuk hozni, és nagyon örülök neked. Hát én köszönöm a megtiszteltetést. Ugye most már talán közel 2 éve ismerjük egymást körülbelül, ugye? De... Igen, 2 éve vagyok Helgával, és majdnem az első pillanattól ismerjük egymást. Ott szinte azonnal hívtunk telefonon téged a kapcsolatunk elején, hogy mikor tudunk menni hozzátok. Igen. És utána egy-két héten belül mentünk is. Igen. Igen, az ott más témák voltak, de ugye tavaly decemberben találkoztunk ismét személyesen, a ti birtokotokon, ugye, ami a háttérben is látható. És mielőtt így belemennénk a részletekbe, és amiért ugye meghívtalak téged, az a jeges merülés és a hideg tűrés, hideg kihívás témája, meg ezen keresztül való beavatások és tudatfejlődés témája. De mielőtt így előre mennénk a részletekbe, egy rövid önbemutatást adnál nekünk most a saját szavaiddal, ahogy, ami jól esik, kicsoda Kemény Róbert? Érinteném azt, hogy 6 éves koromban én már úgy éreztem, hogy tudom, hogy mi lesz a feladatom, hogyha majd fölnövök. A gyerekek szoktak ábrándozni ilyesmiről, hogy én űrhajós leszek, meg tűzoltó, meg katona, meg egyebek, és igen, volt egy olyan furcsa gondolatom, hogy én valamiért az a szuper képességem, hogy föl tudom ismerni azt, hogy az embereknek mik az elakadásaik, és valamiért én ebben tudok segíteni nekik, és én majd ezt fogom csinálni felnőtt koromban, és érdekes módon ez történt egyébként, amikor felnőttem. Nem azonnal, de amikor már nem munkahelyen dolgoztam, akkor én azonnal beleálltam valamilyen módon ebbe a fajta élethivatásba. A mozgás az nagyon fontos része az életemnek. Tékvándozni jártam egész fiatalon, akkor éveket kihagytam, de aztán újra kezdtem a harcművész edzéseket. Katicával együtt járunk, most már a mestervizsgámra készülök. Aztán elkezdtük Helgával az akrojógát, meg a jógát. De a víz, hogyha már a jegesmerülés volt itt a fő témánk, az engem 20 évesen kezdett hívni, amire így visszaemlékszek, hogy a szegedi hídon mászkáltam gyalogosan, mert akkor oda jártam főiskolára, és a vizet úgy decemberben benne hagyták a szújéba, van ott egy ilyen szabad vízi medence Szegeden. Ez engem annyira hívott, hogy elmentünk fürödni valamelyik vizsgánk után, de ez már december 30-a közelébe volt, és találtunk egy nyitott ajtót, és kisúrantunk, és én belementem abba a medencébe akkor, és
Ezzel tűzszúrást éreztem, de nagyon jó volt, tehát én ott úsztam benne, és önfeledten, tehát valahogy hívott ez a víz, aztán még egy év múlva szervezett a barátom Döbröntén egy ilyen főiskolai, ilyen csapatépítő valamit, ahol elmentünk, és ott is aludtunk, és ott egy hegyi patakba belefeküdtem, úgyhogy nyakig, nem volt mély, de hogy nyakig én ott tücsörögtem egy kicsit, benne hó volt, hideg volt. Akkor emlékszek, hogy akkor a lábom újra fázott, akkor már nem éreztem ezeket a tűszúrásokat. Utána később eltelt 10-15 év, még néhány ilyen, mentem a kocsival, és néhány ilyen szabadvízi tó Romániába, Magyarországon, itt-ott megszólította, akkor volt, hogy egyszerűen ellenállhatatlan hívást éreztem, és belementem, és úsztam egy nagyot. De nagyjából ennyi volt az előzmény, és akkor ami utána a folytatás lett, hogy elkezdtünk akrojogázni a Helgával, és úgy volt, hogy az akrojogások valahova elmennek egy ilyen Wim Hof hétvégére, egy ilyen hideg merülős hétvégére, és mondtam, hogy jöjjenek hozzám. Akkor nekem már be volt állítva egy ilyen 1 köbméteres kockatartály, de nem olyan túl sokszor merültem benne, csak itt volt. És kezembe nyomotta az akrojoga vezető Matyi egy könyvet, egy Wim Hof könyvet, hogy legalább olvassam el, legyek már képbe, és akkor én azt nagyon gyorsan elolvastam, vissza is adtam neki, vettem magamnak is, és folyamatosan olvastam, és én március 16-ától minden nap elkezdtem merülni ebbe a kockába azért, hogy mire jönnek, addigra valamennyire képbe legyek, meg fölkészült legyek erre az egészre, és akkor már 60 merülésen túl voltam, mire jöttek, és nagyon szuperul sikerült. Jöttek, meg lett tartva ez a Wim Hof hétvége, vagy 10 embert kísértem merülni. Izgultam egy kicsit, mert nem tudtam, még akkor nem ismertem a lelki folyamatokat, hogy mi fog itt történni, de nagyon jól sikerült. Akkor találtam ki ezt a merülés előtti még 10-es számolású légzést, amit neked is mutattam. És azon kaptam magam, hogy én ezt csinálom. Egyszerűen így benne voltam ebbe a flóba, és jöttek az emberek innen, onnan, és egyre több, egyszer csak még 10 ember jött, aztán még 5, aztán még innen, még onnan, és egyszer csak 30-40 embert kísértem így ebbe a folyamatba. És egyszer csak észrevettem, hogy amiket a Wim Hof könyvben olvasok, ezek az ígéretek, ezek sorba elkezdenek így megvalósulni, hogy úristen, ez is igaz, az is igaz, amaz is igaz, magamon is tapasztaltam, másokon is. Úgyhogy egyszer csak így az életem része lett ez az egész hidegezés. Úgyhogy én ilyen napi kihívással igyekszem maximális egészségi állapotba tartani magamat és az immunrendszeremet. Mindenkit várok szeretettel ezeken a challenge-eken, akár itt az Ókusza szerint tanyánkon, vagy a hidegmerülő csoportjainkban. Kicsit leteszem a fejem is. Az embereket valamiért nagyon jól tudtam kísérni, nagyon szépen mentem a lelki folyamataikkal, és ezt ők megérezték, és egyre többen jöttek, és letisztult, és a végén már nagyon mély folyamatok is voltak, és én ezt nagyon élvezem, ahogy így kísérhetem, ahogy látom, hogy változik meg az emberek élete sorba, nem csak a tiéd, hanem most egyre több és több barátunk és ismerősünk élete ilyen gyökeresen megváltozott. Tehát legalább 10 ember a 80-ból most már ilyen gyökeresen megváltozott életet él, úgyhogy ezt tudom így elmondani. Nagyjából dióhéjba próbáltam így rákanyarodni a hideg felé azért. Nagyon klassz volt hallgatni, meg eleven, ugye nekem is a saját megélésem miatt ez most még tényleg nagyon eleven, amit mesélsz. Már jóformán közel egy kerek teljes egy éve van, amikor most neked nagyon intenzív ez a hideg kihívásos élményed, és akkor ebben egy nagyon hosszú idő volt, amikor mondtad, hogy minden nap ugye merültél, de akkor avasd már be minket, kérlek, Robi, abba, hogy mi a hidegmerülésnek a lényege, tehát mi a fenér vagyok én hajlandó belemerülni egy tankba, egy köbös tartályba, ami mit tudom én, 2 fokos, ez miért jó nekem? Mert ugye tele van ma már az internet minden ezzel a témával, nagyon sokakat érdekel az alternatív gondolkodók közül, valakiket érdekel, valakik ki is próbálják, nagyon sokan esküsznek is, de akkor bontsuk már le azok számára, akik esetleg pont ezen a videón keresztül találkoznak a témával, hogy milyennek az egésznek a lényege.
ezen a márciusi csodálatos napfelkeltés reggelen így kezdem a napot. Bevallom, hogy jeges úgy, hogy letörjük egy gumikalapáccsal. Aztán ezek a jegek majd föl fogunk húzni a szélére. Annyira visszainspiráltatok, egyre többen merültök napi szinten, egyre többen vesztek fagyasztóládát. Dominiktól tanultam a bemenetelnek az egyik útját, hogy 3-2-1. Nem gondolkozunk. Igyekszem így közérthetően minél érthetőbben megfogalmazni. Hát van egy általánosan elterjedt nézőpont, de ez csak egy nézőpont, hogy mondjuk a percenként 72-es szívdobogás az normális, akkor 40 fölött a 140/80-as vérnyomás a normális, addig meg a 120. Tehát vannak ilyen furcsa nézőpontok, hogy az ember biológiailag mikor, hogy amikor 40 éves lesz, akkor az öregedés az teljesen normális, és én meg úgy érzem, hogy ezek nézőpontok, csak ez nem így van. Tehát, hogy a testünk az sokszor a tökéletesebb, mint amit legmerészebb álmunkba gondolnánk, ezt te már tapasztalod. Tehát vannak ilyen mendemondák, hogy amikor az anya gyerekére ráesik a fa, ami mondjuk egy tonna, akkor azt ő lekapja és arrébb dobja. Tehát vannak ilyen furcsaságok, hogy valakit üldöz egy medve, vagy egy félelmetes ragadozó, akkor azt se tudja, hogy, de valahogy fölmászik egy fára és túléli. Tehát van bennünk egy túlélő központ, ami viszont nagyon ritkán kell, hogy bekapcsolódjon, mivel nagyon ritkán kerülünk olyan helyzetbe, hogy tényleg túl kell élni. Harcművészedzéseken tapasztaltam 3-szor, hogy bekapcsolt, és akkor így megáll az idő az én számomra, vagy a másik számára, tehát akkor ez úgy néz ki, mintha azzal, akivel mondjuk éppen küzdök, annak megállna az idő, nem mozdulna, én meg közben tudok mozogni, tehát ez, ami a mesékben van, meg a filmekben, hogy így megáll az idő, valami varázsütés, ez létező dolog. Ezt a Shaolin Kung Fu YouTube videókon is gyakran szoktam észrevenni, hogy ők más időbe dolgoznak. A lényeg, hogyha a testet belehelyezzük egy olyan mikrostresszbe, ez a hideg, ez tökéletesen alkalmas erre, amit nyilvánvalóan túl fog élni, tehát ez olyan biztonságos környezet, hogy mindenki túléli. Van bennünk egy ilyen túlélő rendszer egyébként, ezt úgy érezzük úgy a szívünkből, hogy van ilyen, de mert amikor kell, akkor mindenki túlél. A legtöbb esetben az emberek túlélik a különböző helyzeteket. De ezt mesterségesen elő lehet idézni, mert amúgy ezt nem nagyon tudjuk bekapcsolni. Tehát vészhelyzetben bekapcsol ez az üzemmód, de nem tudjuk ezt igazából tudatosan irányítani. És akkor ez egy olyan szituáció, ez a jegesmerülés, hogy bekapcsoljuk ezt, visszakapcsoljuk. És akkor ez messze túlmutat azon, hogy csak simán visszakapcsoljuk, játszunk vele. Visszakapcsoljuk, és átvesszük fölötte az irányítást, és itt kezd izgalmassá válni, hogy egy olyan tudatalatti, a hüllőagyunk ilyenkor érzékeli, hogy Úristen, itt valami van, itt túl kell élni, akkor az történik, hogy ő bekapcsol, mert akkor ő a főnök, tehát elméből ezt nem tudjuk túlélni, és gyönyörű szépen túl fog élni, de ilyenkor lekapcsol mindent, ami nem a túléléshez tartozik, az elmét is lekapcsolja, és ez a varázslat, hogy lekapcsolódik az elme, de valami mégiscsak ott marad, mert tudunk közben azért gondolkozni, tudunk közben nézni a szemünkön keresztül, hallani a fülünkön keresztül, de nem az elménkkel csináljuk valahogy. És ilyen varázslat történik, hogy visszaáll valahogy a szellemünk és a testünk között a megfelelő kommunikáció, tehát visszavesszük a kapcsolódást azzal a létezésünkkel, ahogy létezhetnének az emberek. Tehát ebbe így lehet létezni, ebbe a fajta létállapotba, de ez egy magasabb szintű létállapot. És van még benne varázslat, mert amikor kijövünk a vízből, akkor ugye a szervezet igyekszik visszaállítani a kibillent egyensúlyt, ami azt jelenti, hogy lehűlt a kezünkbe, lábunkba a vér. A testünkben 37 fokot kell, hogy tartson, mert az emlősök így vannak kitalálva, hogy itt fontos, hogy 37 fok maradjon, de a kezünkben már nem 37 fokos, lehet, hogy csak 25 fokos már a vér. És egyszer csak elindul egy ilyen visszaállítódási folyamat, hogy a hidegvér összekeveredik a melegvérrel, akkor ez eredményez egyfajta remegés, de vannak módszerek, hogy lehet visszamelegedni. A lényeg, hogy a testben elindul egy ilyen
visszaállító folyamat. És ez a visszaállító folyamat, ez egy erő, ezt egy erő csinálja, egy energia, amit így kézzelfoghatóan elkezdünk érezni ilyenkor. És ez a visszaállító folyamat, ez valójában alkalmas arra, hogy minden más is visszaállítson. Tehát a gyulladásokat, a különböző elindult betegségeket, a különböző problémákat, akár a megfázást, vagy pszichikai problémákat, feszültségeket. Tehát ezt nagyon erősen, tehát állítja vissza az egyensúlyt, és azért nagy varázslat ez, mert mindent elkezd visszaállítani. Tehát mindenféle kibillent egyensúlyból elkezdi a testet visszarakni egy ilyen nulla állapotba. Úgyhogy ezt te is tapasztaltad, hogy az a pillanat, amikor merülünk, az abszolút meseszerű, tehát kikap a fejünkből, és belekerülünk egy ilyen nagyon áldásos jelenbe, amit hosszú meditációkkal, vagy a Shaolin Kung Fu-ba, vagy a Tai Chi-ba hosszú hónapok gyakorlásával tudunk elérni, ez itt megtörténik egy perc alatt, vagy másodpercek alatt. És minden alkalommal újra és újra megtörténik. Tehát már ez egy nagyon áldásos, és azért fogunk belemenni újra meg újra a hidegbe, pontosan ezért, mert az egyik út, hogy hónapokon keresztül gyakorolunk, és elérjük ezt a pillanatot, a másik, hogy vállaljuk azt, hogy ez rohadt kényelmetlen, meg nagyon nehéz meghozni a döntést, meg szembenézni azokkal a nézőpontjainkkal, azzal a rengeteg gondolattal, amit gyerekkorunk óta összeszedtünk, hogy sapkaság kesztyű, öltözé fölben megfázolt, tehát ezzel mind szembe kell nézni olyankor, és ennek ellenére merülünk, mert tudjuk, hogy nem lesz bajunk, nem fázunk meg, mentálisan rákészülünk, és valójában akkor tudjuk megcsinálni a merülést, meg akkor fogjuk ezt csinálni, hogyha ami tudjuk, hogy ez valójában nekünk jó, hogy ezt miért is akarjuk, hogy ezzel egy olyan változást tudunk előidézni az életünkbe, ami minket segít, minket támogat, minket erőssé tesz, minket fölemel, szuper erőnkbe emel. Tehát ez egy olyan erő, ami megsokszorozza azt az energiát, amivel amúgy szoktunk dolgozni a hétköznapokban, közben kisütött a nap, úgyhogy ez is megtámogatja ezt a felvételt. Úgyhogy hát ezt te is tapasztaltad, és én is tapasztalom. Nekem egy év után elkezdett átalakulni a testem, az elmém, az akaraterőm, a szellemem, így én úgy érzem, hogy atomi szinten átalakultam most már. Tehát te most kezdted ezt a folyamatot, nagyjából egy hónapja vagy benne, már arról számoltál be, hogy hatalmas, gigantikus átalakuláson mész keresztül, hát gondold el, hogy akkor egy év alatt mekkora változáson lehet keresztül menni, mert én ezt 208 merülést csináltam azóta, meg úszkáltam, úgyhogy ez valami többenetes, valójában a Wim Hof ezeket leírja, hogy ez mindenkivel megtörténik. Ha megy ezen az úton, megerősödik a döntésképessége, megerősödik az ereje, megerősödik az akaraterő, mint izom, úgy tekinti, érzelmileg stabilizálódunk, mentálisan megerősödünk, és az igazi létállapotunk az egy ilyen könnyedség, boldogság, felhőtlenség, tehát egy ilyen nagyon szuper állapot, és amikor mi igazán önmagunk vagyunk, akkor ez vagyunk. Ez nem egy érzés, hanem ez az igazi állapotunk, és amikor merülünk, akkor egy kicsit ezt megtapasztaljuk, és ez annyira jó, hogy ebbe szeretünk lenni. Tehát újra meg újra szeretünk visszatérni hozzá, mert kicsit olyan, mint a paradicsom, mennyország, csoda, boldogság, ilyesmi szavakat tudok Igen. erre elmondani. Igen, egyébként hadd támasszam alá, Robi, amit most te mondtál, mert van szakirodalom éppen a kezemben, ez az aktuális magyar nyelven elért Wim Hof könyv, csak két rövid idézetet hadd hozzak neked, és ez körülbelül más szavakkal írja le, aztán reflektálj még rá, hogyha valami eszedbe jut, jó? Itt még a zuhanyzásról beszél, majd arról is beszéljünk egy picit. A hideg-vizes zuhanyzástól vezet az út az áramláshoz, az energiához és a békéhez. Nem túlzok. Ez az a kiindulási pont, ahonnan megtapasztalhatod az elme erejét a test fölött. Tehát ez az egyik rész, amit mond, és a másik, hogy ahogy az érrendszered felébred, és a kis izmai tónusosabbak lesznek, összeköttetést épít az aggyal és az akaratoddal. És ezt mondtad pont most.
Köszönöm. Tehát akkor ez szóról szóra igaz, ez Ez volt. így van, ezt én így saját magamon tapasztalom. Meg az, hogy olvasom a könyvet, már hetedszer olvasom, és egyszerűen azt érzem, hogy annyira sokrétű és annyira sok mindenre rájött ez az ember, hogy mindig újabb és újabb mondatok ütnek be, és elkezdem tapasztalni magamon és másokon. Tehát, hogy Katicának szoktam esténként olvasni, de rengeteg óriási nagy tudás és rengeteg felfedezés van ebbe a könyvbe, úgyhogy én imádom. És az ígéretei sorba látszódnak megvalósulni az életemben, meg magam körül. Nagyon csodálatos. Ez csodálatos, és talán még egy szó van, ami számomra tényleg jelentőség teljes lett az elmúlt egy-két hónapban, ez pedig a testtudatosság. Tehát talán így foglalnám össze, ahogy mondtad, hogy az emberek kiemennek a fejükből, és hogy hova mennek be, vagy mit csinál ez az hüllő agy, amikor erre rákapcsolódunk. A Wim Hof itt azt írja egy helyen, hogy az agy tudatosan irányítja a testet, tehát ez a határvonalon lépünk át. És akkor így, akkor döbbentem rá, hogy hát tényleg ezeket az alapvető funkciókat ugye nem tudatosan irányítjuk a hétköznapokba, csak ahogy mondtad, a vészhelyzetekbe. De van egy ilyen furcsa tudatosság, amit tapasztalok, hogy így, tehát így átszellemülnek a mozdulataim, a légzésem, az alapvető fiziológiai funkcióim, tudatossá válok, ami nekem azért nem volt meg a meditáció, meg az egyéb különböző gyakorlatok ellenére. Tehát ez olyan szinten hozott vissza a testembe, aminek az a csodálatos vonatkozása, és most vitt tovább a beszélgetés fonalát, hogy jól esik, hogy ez végtelenül egyszerű, Robi. Nem? Tehát, hogy csak úgy, ha van egy fürdőkádad, meg zuhanyzód, vagy esetleg egy tó körülötted, akkor nem kell drága fitness szalonokat fizetni, nem kell különböző a világ másik végére elvonulásra menni. Lehet, az is jó lehet, de hogy ez a világ egyik legegyszerűbb dolga. Hát ez tökéletesen így van. Tényleg nagyon egyszerű, és mindenki számára hozzáférhető ez a megoldás. Ami a nehéz benne, ugye, hogy az összes gyerekkor, tehát ha valaki 40 éves, akkor a 40 év alatt összeszedett összes ilyen hideggel kapcsolatos félelemmel, meg mindennel szembe kell nézni. Tehát azt az első döntést azért meg kell hozni, amikor legelőször beáll a tusalán, vagy legelőször merül. Ezt meg kell hozni, ez eddig kell eljutni végig. Neked is mondtam, hogy gyere el, dőlj hátra a karosszékbe, többi nem a te dolgod. Ha ezt meghozza valaki, hogy eljön, vagy akár otthon elkezdi, akkor győzelem van. Ennyi a nehézség benne, de hát, hogyha elmegy egy tréningre, és 300 ezeret kifizet valahol, és ott ül egy hétig, az se könnyű. Tehát, hogy végülis az se könnyű, ez szerintem annál könnyebb, de úgy tűnik, hogy annyira mégse könnyű, mert itt meg magunkat kell legyőzni hozzá. Igen. Amúgy egy másik oldalon azt írja a Wim Hof, hogy az elme erősebb az anyagnál. Ezt a témát járja folyamatosan körbe egyébként különböző szavakkal, meg mondatokkal, és most már én ezzel akarok kísérletezni, hogy ő ...25 éven keresztül volt egy módszere, volt egy légzése, hogy befeszítette az izmait, már ez is csodálatos, és képes volt arra, hogy egy mellénybe folyamatosan hagyja, hogy mérjék tudósok, kutatók, hogy végre áttörés legyen. A mellényben 0 fokos vagy meleg vízet keringettek folyamatosan egy órán keresztül. És 74-en voltak Wim Hof-val együtt, és a másik 73-nál ugye a hidegtől lehűlt a bőr egyértelműen. És mondja Wim Hof, hogy logikus, hogyha hideg víz éri a bőrünket, lehűlünk. Logikus. Igen, hogyha ezt logikusnak fogadjuk el. Na de hogyha van ez a koncepcióvezérelt gondolkodás, hogy ugye elkezdjük az elmével befolyásolni a testünket. És akkor mondták a harmadik, 2 napig meg tudta csinálni, a harmadik nap mondták, hogy ne lélegezzem, meg ne csináljon semmit, mert ez megzavarja a mérést. És akkor ott mászkált Detroitba a szállodába, és gondolkozott, hogy most mit csinál? Hát ő csak neki is lehűlt egyébként, ha nem csinálta ezt a légzést, amit ő kidolgozott 20 év alatt. És így végig gondolta, hogy mit csinált, amikor fölment a Mount Everestre, vagy mit csinált az északi sarkörön túl. És így végig gondolta, hogy tulajdonképpen ő olyankor
így bízott magába, hogy elképzelte, hogy most ő lefutja a maratont az északi sarkörön túl Mezitláb egy szágatjába. Ezt így előre elképzelte, nem is készült futással egyébként, tehát csak mentálisan így elképzelte. És azt mondja, olyan ez, mintha magadra fogadnál, és nyernél, sikerre járnál. Tehát ő eldöntötte, hogy jó, most is ezt fogja tenni. Ő bízik magába, hogy ő oda megy, és légzés nélkül pusztán azzal, hogy ő arra gondol, hogy neki nem fog lehűlni a bőre, meg fogja csinálni. Megcsinálta reggel légzőgyakorlatokat, odament, és azt mondja, hogy rátették a mellényt, és nem változott a bőr, sőt, még egy fokkal fölemelte. Rendíthetetlen volt. Tehát ő beleállt egy ilyen fókuszba, ugyanebben, amit mondasz, beleállt, előre beprogramozta, hogy neki nem fog, és akkor volt a nagy áttörés, ezt ő se tudta, hogy képes erre, és megcsinálta. Úgyhogy most én is már ezen az úton járok, hogy veszek ilyen hőmérőt, hogy elkezdjek méricskélni. Aztán volt egy ilyen show, volt egy műsor, hogy beszélnie kellett a sikereiről, hogy hogy a frázba volt erre képes, és valaki, hogy random így odaadott egy műszert, hogy egy ilyen lézeres mérőt, hogy akkor, ha erre képes, akkor arra is képes, hogy itt a szemünk láttára emelje meg mondjuk a tenyere hőmérsékletét. És egy bazi nagy kivetítő mutatta, hogy kék színű, mondjuk 26 fokos éppen, és fölemelte egy perc alatt 6 fokkal a tenyere hőmérsékletét így, hogy mindenki látta. Ott életében először előtte nem csinált ilyet. Tehát, hogy ezek akkora távlatok, Gábor, hogy de nem is, és azt mondja, hogy mindenki képes erre. Mindenki. Tehát, hogy ahogy gyakorolunk, elkezdődik ez a folyamat, amit mondtál, hogy átvesszük az irányítást egyre inkább, átvesszük az érrendszerünk fölött, hát ha az érrendszerünk fölött átvesszük, akkor már ő a hőszabályozó rendszerünk. Akkor megcsinálja azt, hogy most például itt kint ülök, ilyen 10-12 fok lehet, bár süt a nap, tehát még azért március van. Tehát, hogy megcsinálja azt, hogy egyszerűen úgy szabályozza a hőt, hogy az nekünk jó legyen. Hogy bent meleg marad, kint meg olyan, amilyen. És ezt az elménkkel is el tudjuk egy idő után kezdeni szabályozni. Úgyhogy ez egy nagyon nagy utazás, ami most így legszívesebben pacsitatnék neked, de elindultunk egy úton, és ez jó lett. Igen, és itt igazából két különbséget látok, Robi. Egyik az, hogy elmenni a kiindulási pontig, tehát ugye ez ugye 2 perc körül van mondjuk egy hideg zuhany vagy egy jeges merülés esetében. Elmenni eddig, hogy ugye lekapcsolod a filmedet, és akkor csak a hüllőagyadból dolgozol, ez ami már nagyon nagy élményt ad, egészséget ad, egy csomó minden jótékony hatást, és akkor van ez, amit ugye most meséltél, a Wim Hof példáján, meg amivel te is kacérkodsz, és tudom, hogy kacérkodsz, hogy innen még van feljebb is. De ugye jól emlékszem, talán azt mondja a Wim Hof, hogy tehát ezzel nem kell annyira foglalkozni, vagy nem kell mindenkinek feltétlenül ezt az utat járni, mert hogy az már az elmének a próbálgatása, hogy a határok próbálgatása, ami meg hát egy külön, ha egy olyan habitusú embert kíván, mint például aki te is vagy, de akkor ezt jól értem, ugye, hogyha van egy alapjárat, ami már rengeteget ad, és hogyha valaki eddig érez csak készítés, az is már nagyon jót tesz, és akkor egy másik lépcső, amit mondasz, ahol ilyen, hát ilyen nagyon nagy mesteri szinteket lehet döngetni az idővel. Tehát ezt te is így látod, hogy mind a kettő egy érvényes, önmagában érvényes folyamat. Igen, tehát én mindenkit biztatok, hogy bármeddig jut el, ha csak odáig eljut, hogy megérti azt, hogy valójában nem kéne, hogy öregedjen a teste, fiatal maradhat a teste, és hatalmas energiákkal indulhat bele a hétköznapokba, pusztán 2 perc hidegvizes zuhannyal, ha csak ezt megérti és megcsinálja, már gyökeresen megváltozik az élete. Meg megváltozik a bolygó, mert ugye ahány ember nem leharcoltan ér haza este a családjához, hanem még esetleg marad valami, akkor ez már egy mekkora változás. Tehát én mindenkit biztatok, ha idáig eljut, hogy 2 perc zuhanyzás, és csak ennyit csinál, akkor már megváltozott a világ, meg az ő élete abszolút. Ez hihetetlen, nem? Tehát ez gyönyörű. Az, hogy nekem ettől vagyok lehidalva, ettől az üzenettől, hogy ez egész itt van, velünk van, közel van, egyszerű, hozzáférhető, és mégis eszement nagy változás soknak lehet a kiinduló pont. Ez annyira gyönyörű, annyira szép, hogy én hát ugye te tudod, hogy beleszerettem ebbe a témába. Nem olyan régen történt az, hogy szintén próbára tetted magad, és ezt még ugye a karodon lévő
felirat mutatja. Mesélj már egy kicsit arról, hogy mit csináltál. Hát téli Balaton átúszást most rendezték meg negyedszer Magyarországon. Most már ez nagyon komoly rendezvény volt, tehát megnyertek minisztéri, van így, van olimpiai bajnok úszónk, aki most benne van a minisztériumban, mindenféle érdemrend kitüntetéseket kapott, nagyon komoly kapcsolatrendszere van, és ő az egyik nagy támogatónk. Fantasztikus színvonalas rendszer volt, hát ide én egy évet készültem erre, mert ugye nagyjából egy éve kezdtem merülgetni, ez minden egyes merülés az egy lépés volt ahhoz, hogy én ezt megcsináljam. Hát születésnapomra gondoltam, hogy megcsinálom a téli Balaton átúszást, és ez így sikerült is. De... A legendary fürdőgatyámban tegnap születésnapomra ezt kaptam a barátaimtól. Szápa bőrös, úgyhogy lehet hasítani benne, és mindjárt Dominik követi a példámat. Garantált a nulla fokos. Nyugodtan maradj még. Ó, Istenem, imádjuk. Majdnem, majdnem. Azért megosztom azt, hogy vannak itt olyan pillanatok, amikor túl lehet tolni azért ezt a hideget, én ezt így sikerült túltolnom. Készülgettem, de nem volt túl sok idő, még az első kvalifikációs úszásra készültünk, és ez januárban volt, és egy fokos volt az a víz, amiben úszni kellett. És előtte jöttem rá, hogy amikor 10 fok alatt, 15 fok, 10 és 15 fokos között vízben tök könnyű volt úszni. Azt éreztem, hogy ez nem okoz nehézséget, és ez kicsit azzal kecsegtetett, hogy ugye elszáll az ego ilyenkor, azt hiszi, hogy milyen könnyű ez, de amikor 10 fok alá lehűlt, elkezdett így lehűlni, november, decemberben elkezdtek lehűlni a vizek, akkor bizony rá kellett jönni, hogy oké, akkor újra kell az egészet gondolni. Tehát 10 fok alatt még az 1-2 perc is, tehát hogy 1 perc után elkezdtem szédelegni, ha beleraktam a fejem, rájöttem, hogy úristen, hát ez teljesen más szint. És eljutottam oda, hogy úsztam egyszer 11 percet egy, azt hiszem, 2,5 fokos vízbe, vagy 3 fokosba, és ennyi, és utána elmentünk a kvalifikációra, ahol 350 métert kellett úszni, az egy fokos víz volt. Tehát ilyenkor az van, hogy ha hidegebb a víz, akkor még kevesebbet mehetünk bele, arra már a testem készen állt. Nagyjából egy ilyen háromszorosan túltoltam, mert a 16 perc egy fokos vízbe, az a 11 perc 2,5 fokos vízhez képest olyan, mintha háromszor annyit megcsináltam volna, mint amennyit lett volna szabad, de ezt én még akkor nem tudtam. Rendesen leúztam, ott nem tűnt annyira vészesnek, tehát így átvág a testem, mert ennyi gyakorlás után képes vagyok arra, hogy fölülírom a jelzéseket, hogy lassulok, meg ki kéne már jönni. Kijöttem, annyira lehűltem, hogy kiesett 45 perc. Most nem akarok senkit sokkolni, ilyenkor nem szabad visszamelegedni csak a saját testünk erejével, úgyhogy ott mondták, hogy mozogjak, sétálgassak, csinálgassak különböző gyakorlatokat. Hát akkor én egy jó hónapig hát ilyen allergiás lettem a hideg vízre. Tehát bevallom, hogy így nem nagyon megsértődtem. Jöttek ezek a régi játszmáim, és akkor azért jöttem vissza, mert nem is mentem, egy nagyon komoly hidegvíz csoport alakult ki Szeged körül, már vagy 60-an vagyunk benne, és lelkesen mentek, merültek a Sándorfalvi tóba, és én nem kapcsolódtam hosszasan hozzájuk egy 3-4 hétig. Aztán hárman mentünk a Balaton átúszásra, és én készítettem mindig föl a másik két hölgyet, és én mindig ott voltam, amikor ők úsztak, de valahogy ők együtt mentek ezeken az alkalmakon, amikor én nem voltam, tehát én teljesen kimaradtam. Aztán a Kitty elkapott egy valami vírusos influenzát, akkor 3 hetet kiesett a Balaton átúszás előtt. És kedden mondta, hogy szombaton volt a Balaton átúszás, kedden mondta, hogy kijön velem úszni, és Albina nem tudott menni. Elmentem úszni a Kittyvel, támogattam, és akkor átúszott, annyira látszott, hogy igazából a teste megjegyezte, ő is készen állt már, csak kihagyott 3 hetet, tehát pont nem tudott gyakorolni a kritikus időbe, és én se igazán, ott egy kicsit buszkáltam Albinával, de az csak ilyen 5-6 percek voltak, és így néztem a Kittit, hogy ez hihetetlen, akkor rakta be először a fejét, fölvette a szemüveget, mondta, hogy láttátok, beleraktam a fejem, és akkor át motivált rajtam, hogy akkor eldöntöttem, hogy én is indulok. Annak ellenére, hogy nem is igazán készültem, mert ahhoz az kellett volna, hogy rendesen hetente kétszer leúszom azt a távot, amit megjelöltem. Aztán
annyit kértek itt, hogy legalább egyszer ússzam már le, úgyhogy akkor egyszer leúsztam a 400 métert, és még aznap jelentkeztem, és még elfogadták, mert engem nagyon sajnálták, hogy nem akarok menni, és elfogadták, és az orvosi igazolásai minden megvoltak, úgyhogy elmentem, és megcsináltam. Tehát valójában emlékezett a testem, éreztem, hogy különösebben nem okoz problémát, tehát azzal, hogy én kitoltam a határaimat a háromszorosan, azzal azt értem el, hogy valójában ezt megjegyezte a testem. Tehát ez a 7 fokos balatonátúszás most nem okozott akkora problémát, tehát az már benne volt a komfortzónámon, simán meg tudtam csinálni, még így is, hogy nem készültem, mert már készen álltam valójában rá. Tehát ezt már így akaratból, elméből meg lehet ilyen kihívásokat csinálni. Március 1-e, tavasz van, egy merüléssel indítom a tavaszt. Boldog tavasz nektek! Boldog tavasz mindenki! Istenem, holnap balatonátúszás. Ez kiderült, hogy a Cetele Győző egy nagy óriás, én óriások közé kerültem. Olyan sportemberek, akkora gigászi emberek közé, hogy ez engem beledobott egy ilyen hihetetlen, hazajöttem, és így wow, ilyen akkora távlatok, hogy elmondta, ilyen duracell állapotba kerültem, elkezdtem ezzel angol tanulni, elkezdtem minden nap merülni, kaptam a barátainktól egy ilyen profi úszó fürdőgatyát, az oda van kirakva reggel, ahol én lélegzek, és fölveszem, és minden reggel merülök, úgyhogy nagyon különleges volt ez. Tehát a lényeg, hogy megcsináltam a balatonátúszást, nagyon nagy élmény volt, nagyon színvonalas verseny, az embereknek a közege, volt, aki egy hónapja kezdett készülni rá, és szinte majdnem minden nap úszott, és megcsinálta. Volt, aki életében harmadszor úszott, de kiskorában nagyon sokat úszott, versenyúszó volt, és akaratból megcsinálta. Tehát volt, aki egy órán keresztül benne volt a 7 fokos Balatonban. Tehát a maga nemében ilyen rendkívüli emberek közé kerültem, és ezeknek a közegébe fürdőztem, és ez akkorát inspirált rajtam, hogy szinte azt mondhatom, hogy új szintre került az életem ettől. Úgyhogy csodálatos volt. Bocsánat, kicsit hosszú volt ez az élménybeszámoló. Tökéletes, tökéletes. Még tudod, mi jutott eszembe? Szerintem ez egy nagyon érdekes részlet, és azért akarom kiemelni, mert elsiklana különben a figyelem felette, hogy mondtad, hogy neked, amikor a kvalifikációra készültél, és akkor túltattól, ugyanaz egy ilyen kicsit olyan törés élmény volt, de a tested ott megjegyzett valamit. És azt te összefüggését látod, hogy azért nem volt olyan probléma maga az átúszás, mert te már ugye kvalifikáltad magad. Tehát ezzel csak azt akartam mondani, hogy úgy tűnik, hogy ezen a szinten egyes élmények nagyon-nagyon fontosak, és elraktározódnak, és én azt merem állítani, vagy ahogy így olvasom a ezzel kapcsolatos irodalmat az elmével kapcsolatban, hogy sokszor kulcsjelentőségű események akár évtizedek múltán is bekapcsolnak és vezérelnek minket. Ugye ezeket szoktuk ilyen nyomógomboknak, meg egyébeknek hívni, hogy gyakorlatilag, mintha itt is ez lenne, nem? Hogyha valamilyen szinten a tested rögzített egy információt, hogy valahogy kezelte, akkor arra építhetsz, vagy az annak minden esetre a hatása meg lesz. Tehát, hogy nem lineárisan működik, nem úgy, ahogy a mi kultúránkban éljük a hétköznapokat, hanem ott egy más tanulás folyik, egy nem lineáris, élményszerű tanulás folyik. Hát ezt jól látod, tehát ezek szerint tényleg így van, hogy mivel elméből létezünk, tehát az is lehet, hogy az elménk teremti ezt a testet, ami most ebben a pillanatban éppen a mi testünk, így, ahogy van, az elménk teremti ilyennek. Mert hogyha az elménk azt képzelné, hogy fényből vagyunk, akkor lehet, hogy most elkezdenénk így egymás számára ilyen fényé válni, meg ilyen áttetsző. Én néznélek téged, és azt láttam, hogy átlátok a fejedem. Tehát, hogy ez csak az elmén képzeli, hogy ilyenek vagyunk, és az én elmém ugye bement a valóságába az, hogy én 16 percet úsztam az egyfokos vízbe, attól én kiakadtam, meg besértődtem. De miután ezeket így egy hónap után így kidolgoztam magamból, meg segítettek azért ilyen oltásokkal, ilyen barátaink, ilyen spirituális gyógyítók, tehát egy picit segítettek ezt kioldani belőlem, elkezdett újrahívni a víz, elkezdett újrahívni, de leginkább az, hogy inspirálhatok embereket, tehát hogy az elmémben fut egy olyan program is, hogy én ezt nagyon szeretem csinálni, és másokért oda megyek, és úszok.
mert közben én az Albinával meg a Kittivel is úsztam, mert amikor nem voltak egymásnak, akkor én mentem velük, de csak ilyen kicsi, ilyen kis 5-6 perceket, hogy csak így fejest ugrottam, és csak az élmény kedvéért egy picit úsztam, és ők 20 perceket úsztak. Tehát, hogy ők nagyon komolyan készültek, úgyhogy valószínű, hogy ez az elménk játéka az az egész, hogy az elménk képzel valamit a testről, az elménk képzel valamit arról, hogy mire vagyunk képesek, az elménk képzel valamit arról, hogy mekkora az erőnk, mekkora az energiánk, mekkora a gyógyító képességünk, vagy az elménk képzel valamit arról, hogy ha kapunk egy vírust, akkor abból, hogyha nem jó a mentális állapotunk, akkor képzelhetjük azt, hogy most betegek leszünk. De én már amióta merülök, én nem voltam beteg, viszont volt, hogy reggel le voltam taknyosodva, ma barátaink meg is rémültek, hogy meg vagyok fázva, és másnap jöttek hozzánk, és már semmi bajom nem volt, mert nem azt választottam, hogy belemegyek abba a régi játszmába, hogy én most letaknyosodok, mert engem ez zavar, mert én reggel lélegzek, nekem fontos, hogy tiszta legyen az orrom, mert nem tudok lélegezni. És akkor ez nagyjából egy nap alatt, jó, nem egy nap, hanem más, két nap alatt teljes, egy ilyen durva COVID indító állapotból, azzal, hogy az elmémmel másképp állok hozzá, teljesen kijöttem, totális 100%-os egészségbe lettem két nap múlva. Van ilyen szalmiákszeszes módszer is egyébként, hogy azt szipogom közbe, de akkor is az én választásom. Tehát, hogy amikor már hidegmerülünk, akkor igenis lehet azt választani, hogy jön egy influenza, és nem azt az utat választjuk, hogy belemegyünk és lebetegszünk, hanem nem betegszünk le, hanem kijön, és a katica is meg tudja csinálni. Tehát ez a minta annyira tud másolódni, hogy a környezetemben levő emberek szintén meg tudják csinálni. És akiket motiválok és inspirálok, a barátaink azok szintén elkezdtek ezen az úton járni, hogy rájöttek, hogy úristen, miért is csinálom ezt, miért akarok én most beteg lenni, és kijön belőle, és pak, és gyerünk tovább. Tehát, hogy ez másolódik az elménkkel, ezt meg tudjuk csinálni, és ez nagyon nagy dolog, hogy amikor ide eljut valaki, hogy rájön, hogy valójában a betegségek is az ő kezében vannak. Tehát az elménkkel simán tudunk olyan döntést hozni, hogy nem. Eddig ez volt, de most nem ezt választom. Ez csodálatos, ez csodálatos. Az, hogy jóval több lehetőségünk van, mint amit esetleg ugye korábban gondoltunk, ez köszönöm, hogy ezt említed. Ha térjek rá valami érdekesre, ugye már többször említetted így fél mondatokban, hogy jönnek, járnak hozzád emberek, kisebb csoportok, tehát hogy most már ugye kísérsz másokat is egy ideje ebben a jegesmerülés témában. Mi az, amiket tapasztalsz az elmondottakon túl, amit már végül is így összefoglaltunk, vagy mi az, ami neked ezzel kapcsolatban, mint segítőnek talán a legfontosabb élményed, és mi az, amit látsz az embereken, amin keresztül mennek, hogy néz ez ki nálad? Hát van egy olyan része az életemnek, hogy ilyen félmesztelen hegyi expedíciókat is vezetünk, tehát nagyon gyakran különböző korosztályba kerülnek emberek olyan helyzetben, mint amiben te is kerültél, hogy ilyen kiégés szélére így azt érzik, hogy darálóba vannak, csapdába kerültek, mókuskerékbe, és akkor megkeresnek minket, vagy valami nagy döntés előtt állnak, hogy bele kéne állni, de nincs erejük hozzá, és elmegyünk egy ilyen hegyi expedícióra, amit összekapcsolunk a hideggel, kakaóceremónia, légzés, mentálisan összehangolódunk, megérezzük ezt a törzsi erőt, hogy együtt vagyunk, és ez mekkora plusz erő. És eddig kivétel nélkül mindenki ilyen wow, ilyen mintha álmodta volna, tehát nagyon, nagyon nagy erővel jött ki ezekből az eseményeinkből. És írták a visszajelzések, hogy úristen, nem tudom, mi van, hétfő van, de annyira jól érzem magam, hogy nem is tudom, pedig semmi különös. Tehát, hogy ilyen nagyon nagy változásokat tud okozni, de ha belegondolsz, akkor pusztán az, hogy él valahogy, és történnek a dolgok hétfőn, kedden, szerdán, és akkor ebből kiszakad, és eljön két napra, és csinálunk valami emberfelettit, amire ő se gondolta, hogy képes, és akkor visszamegy az életébe, de az már akkor már nem olyan. Tehát, hogy pusztán ettől is ugye változás történt az ember életébe, de
azt látom, hogy van mondjuk egy ilyen beavatás, és olyan, mintha elkezdenének emlékezni az emberek, hogy, mert ugye akkor kijön a fejéből, és belekerül ebbe a boldogság állapot, ebbe az igazi valós létállapotába. Amiért mondjuk keleten, amikor egy hindu megöregszik, vagy vannak ezek a népek, akkor elindul ezen a szellemi úton, ezen a spirituális úton, és ezt keresik. Hosszú éveken keresztül ezt az állapotot keresik az emberek. Ezt hívják úgy, hogy kicsit megvilágosodik, de ezt nagyon sokan keresik, van, hogy 20-30 éven keresztül, és ez itt azt látom, így sorozatban már szinte futószalagon, hogy aki jön és megtapasztalja, az szinte mind megkapja ezt a pillanatot, ezt a lehetőséget, hogy ezt megérezhesse, hogy Úristen, nekünk van egy ilyen létezésünk, hogy ez mennyire könnyű, hogy milyen jó lenne folyamatosan ebbe lenni. És ezt mindenki megkapja. Tehát aki idejön és belengedi magát, tehát nem harcol, hanem belengedi magát ebbe a jeges beavatásos folyamatba, mindenki megkapja, azt érzem. És ez egy nagy lehetőség, mert viszonylag gyorsan meg lehet kapni azt az érzést, azt a pillanatot, azt az ajándékot, hogy na, nekünk van egy ilyen létállapotunk. És ez mennyire jó érzés, ahogy ez az energia egy állítja vissza, Úristen, erre képes vagyok, és ezt a döbbenetet, ezt mindenki megkapja jó értelembe. A csoportod, akikkel az expedíciókat, hideg expedíciókat csináljátok, egy nagyon klassz neve van. Mi is a neve, elmondod Egy nekünk? aranyszívű oroszlán törzs. Aranyszívű oroszlán törzs. És akkor, ha jól értettem, akkor itt egyrészt ugye az elmúlt időkben volt elvonulás, volt expedíció, tehát nálatok a birtokon, meg külső helyszínen is, de végül is közös, tehát úgy hasonló témák vannak, ennek az erőnek a felébresztése, meg az éltetése. Pontosan ez. Dominik barátom az hasonló cipőben járt, mint te, bár fiatalabb, de ugyanúgy üzleti világba belecsöppent, de közben nagyon erős spirituális vénája van, és akkor ez a egyszer csak kiégett. Túltolta az a rész, az a kriptó rész, amiben ő nagyon hitt, és nagyon sok ilyen 100 milliós üzleti vállalkozás mozgatott, egyszer csak minden összeomlott. És akkor közben járt ilyen különböző fesztiválokra, és egyszer csak így bedöbbent, vagy bejött neki, hogy Úristen, neki nem ez az útja, ő nem jó úton jár. És akkor írt nekem egy e-mailt, hogy jött a hívás, hogy neki embereket kell inspirálni, kócsolni, erőbe emelni, és akkor írt egy messenger üzenetet, hogy tartsunk egy férfi elvonulást. És mondtam, hogy oké, én is pont ezen gondolkoztam. Meg is tartottuk, és elképesztő. Ott már megjelent a jegesmerülés, az izzasztó kunyhó, lovaglás, egyebek. És ebből jött az, hogy én a Wim Hof könyvben olvastam, hogy ő kidolgozta a hegyi, a 4000 méter fölötti légzés technikát, és én ezt itt Alföldön kipróbáltam biciklin, meg tudtam csinálni, és mondom, úgy kipróbálnám ezt 4000 méter fölött. És akkor megszólítottam kettőjüket, hogy menjünk már valami hegyi expedícióra, ki akarom próbálni, és mondták, hogy oké, mikor megyünk. És 3 hét múlva elmentünk a tengerszem csúcsra, megcsináltuk, utána a következő alkalommal már 9-en mentünk, és csináltunk egy rendes szervezett túrát. Ez ott kitaláltuk, hogy csináljuk félmeztelen, aztán voltunk még a rámszakadékba, de hogy egyszerűen, amikor hazajöttünk, akkor meg azt mondtam, hogy ne legyen már vége, tehát ott történt valami, és akkor 21 napon keresztül valamit csináljunk már, hogy ez tudjon integrálódni, és akkor is kitaláltuk, hogy akkor jó, akkor alapítsunk egy ilyen aranyszívű oroszlán törzset, és az, hogy csak férfiak vannak együtt, annak van egy olyan különleges varázsa, hogy leülünk, körbeszélgetés, mikor megérkezünk, és olyanokat elmondanak, hogy elmondták, hogy hát ezt ők nem gondolták volna, de 30 éve barátságok, tehát 30 éve tartó baráti kapcsolatban nem tudnak ilyeneket, a saját feleségének, családjának nem tudnak ilyeneket megosztani. Olyan a tér, olyankor nincsenek falak, hogy erre annyira nagy szükség van szerintem, hogy megérezzék a férfiak, hogy Úristen, lehet így is. Robi, erre akkora nagy szükség van, azt érzem, arra, hogy tényleg a férfiak férfiakká tudjanak válni, ugyanúgy a nőkké, mert talán elvesztek azok a beavatások, amiket esetleg más időszakokba, korszakokba automatikusan megkaptak az emberek, és
Hát végül is valahol miről szól ez a dolog arról, hogy teljesen megtanuljunk felnőtté válni? Vagy te hogy látod? Ezt pontosan ezt érezzük a Dominikkal, hogy nem jól értelmezik a férfi erőt. A férfiaknál már gyerekkorban elindul egy olyan nézőpont, hogy nem szabad sírni egy férfinak, mert az nem férfias, nem szabad felvállalni az érzelmeit, pedig akkor tud igazából még egy normális párkapcsolatot is valaki élni, hogyha ismeri azt a jelenséget, hogy biológiailag mi úgy vagyunk kitalálva, hogy 50% női energia, 50% férfi energia. A női energia ez a gyengétség, látság, érzések, akár sírás felvállalása, vagy kimondani az érzéseinket, beszélni róla. Tehát, hogyha ezt így elfelejtjük, vagy nem csináljuk, akkor az durván fölborult egyensúlyt eredményez. Ez a macsó, hogy csak a macsó a férfi, ez egy nagyon rossz nézőpont, és egy nagyon rossz irányba mutat. Tehát, hogy itt nagyon komoly érzelmek fogtak felszabadulni, a férfiak sírnak, és ez egymással, és ez nem szégyen ebbe a környezetbe. És bizonyos kultúrákban ez teljesen rendben van, a természeti népeknél ez teljesen rendben van, hogy a férfiak fölvállalják az érzelmeiket, és tudnak gyengédek és lágyak lenni. A nők meg tudnak erősebbek, mondjuk ezt most is csinálják, de hogy ezt az utat mutatjuk a férfiaknak a saját példánkon keresztül, hogy ez lehetséges. És hogyha ő magába meg létrehozza azt a belső tengelyt, azt az erőt, azt a női-férfi minőséget egyensúlyba hozza, akkor válik olyan emberré, hogy alkalmas egy olyan párkapcsolat, ami boldogságos párkapcsolat. Igen. Úgyhogy ez fontos tudni, hogy ez lehetséges, és az ehhez vezető út az pedig az, hogy egyrészt ezt tudja, hogy ez mi kell hozzá, milyen út vezet hozzá, és vállalja föl, hogy neki van egy női oldala. És ismerje meg, hogy az micsoda, hogy kell ezt fölvállalni, és amikor valaki stabilan megáll a lábán egyedül, és nem ilyen kapaszkodós párkapcsolat, amiből rengeteg van, hanem ő stabilan, önálló lényként meg tud állni a lábán, az akkor van, hogyha megteremti az egyensúlyt, férfinői energiákat harmóniába hozza, beleáll az életébe, akkor alkalmas erre, hogy valójában élje ezt az életet magas minőségbe. És ennek szerintem így van értelme, és erre szeretnénk példát mutatni Dominika, de te is ugyanezt csinálod, meg ezt az utat járod, hogy erre próbálsz inspirálni embereket, és egyáltalán mintát mutatni, hogy lehetséges. Hogy nem csak a vekengés, meg a hiszti, meg a te szar nekem, meg mindenki másnak jobb, meg a másiknak jobb, meg kifele fókusz, hanem hogy lehetséges az, hogy fogjuk magunkat, és elkezdünk tanulni, elkezdjük megismerni azt az utat, és járni az úton, ahol elérkezünk oda, hogy oké, okay, megcsináltam magam, beleálltam a tengelyembe, egyensúlyba hoztam, és készen állok az életre valójában. Tehát ez egy nagyon komoly dolog, ennek a beavatásnak ez a lényege, hogy ezt megértsék, és ezen az úton elindulnak az emberek, és én úgy érzem, hogy egyre inkább fognak célba érni. Nagyon klassz. Ez persze túlmutat azon, mint ami így elsőre látszik, tehát erre tényleg nagy szükség van. Természeti népeknél, indiánoknál, Ausztráliában, Afrikában, itt-ott, ez teljesen rendben van, hogy van egy férfi avatási szertartás, ez lehet, hogy 14 éves, 16-18 éves korban, ennek nincs jelentőség. A lényeg az, hogy onnantól kezdve a férfi tudja, hogy ő férfi, és úgy is kezeli a törzs. És most nincs ilyen, tehát lehet, hogy 45 évesen még mindig nem tudja valaki a társadalmunkban, hogy én most férfi vagyok, vagy nem vagyok, vagy az, hogy anyukámmal lakok, még mindig az vajon gáz, vagy nem gáz, vagy most én alkalmas vagyok, vagy nem vagyok, vagy tehát nem tudja, hogy mikor lesz ő férfi vagy. Tehát, hogy ez nincs megmondva neki, ezt senki nem kommunikálja se a nővel, se a férfival. És erre szükség van, hogy igen, valaki kimondja, vagy valami történjen már, hogy ezt megértsék az emberek, vagy legyen egy szertartás, aminek a végén kimondjuk, figyelj, én úgy látom, hogy te alkalmas vagy, beleállhatsz. Csináld, menjél. Én készítettem még egy meglepetés csomagot neked, amiről ugye tudsz, csak nem tudod, hogy mi van benne, mert ez egy ilyen beszélgetős show, ezért tovább is úgy
témák mentén haladunk, viszont szeretném, hogy ha van rá nyitottságod, akkor válasz négy olyan témát, amiről nem tudod, hogy micsoda, csak számokat fogsz választani, és akkor ilyen ez a villámkérdés jelleggel, akkor bedobok egy-két fogalmat, és akkor reflektálj rá, csak úgy az, amit úgy előhoz belőled. Akkor mondom, hogy egyes, és Jó. akkor te álljál rá. Egyes. Azt mondtad? Egyes, igen. Az egyes... Nagyon, nagyon szuper téma. Hát amiről nem beszéltem, annál az első pontnál, hogy ki az a kemény Robert, hogy én egyszer csak elkezdtem ilyen 4 órákat meditálni napi szinten, és ez már az első alkalommal átkapcsolt bennem valamit, így nagyon, nagyon furcsa volt ez, mert tudtam, hogy ha ezt erre én képes lennék, akkor megváltozna az életem, és ez így is történt, egy ilyen boldogság állapotába kerültem, így nagyon röviden. Föllazult egy kicsit a szál, a kapcsolódásom az egómmal, a múltammal, az én gyerekkori énemmel, és mellékhatásként jött a Helga például az életembe, akivel látott, hogy meg mások is, most már 2 éve vagyunk együtt, hogy szerintem egy ilyen boldog kapcsolatban élünk. De maga a boldogság, az úgy jött nálam, hogy egyszerűen ennek a hosszú meditációnak a hatására felismertem, hogy ez az igazi létállapotom, és én nem is akarok már visszamenni abba, ahogy eddig éltem. Tehát ez egy ilyen döbbenetes és gyors és drámai, jó értelemben drámai változás volt az életemben, úgyhogy személyes megtapasztalásom van a boldogságról. Aztán persze az élet, amikor így behullámzik, meg azért eltelnek hónapok vagy évek, akkor már meg már nem csinálom, tehát fél évig csináltam ezt a napi reggel 4-től reggel 8-ig. Utána csináltam folyamatosan egy ilyen mikromeditációt, egy fél órásat mondjuk, de azt láttam, hogy azért vissza tud szivárogni, tehát eltelik mondjuk 2 év, és akkor visszaszivárog sok minden a múltamból. De már megtapasztaltam, meg a hideg víznél látom, hogy ezt nagyon gyorsan meg lehet tapasztalni ugyanezt mikroszinten. Ez még ugye visszamegy azért a normál életbe, de már ad egy kis betekintést a boldogság lehetőségébe. Nagyon röviden. Köszönöm szépen. Akkor az egyest azt kilőtted, akkor maradt még 3. Mondj egy számot. 4-es. Négyes. Nagyon tiszteljük és csodáljuk a Nikit, mert láttuk az életútját. Egy időben benne voltunk a borostyán, vagy a brilliáns. Tehát ő 4 év óta minden nap csinál egy hanganyagot. És ezt hosszú ideig hallgattuk, és nagyon inspirál, ahogy ő elindult, és folyamatosan napról napra növeli a valóságát, és az a motivációja, hogy megmutatni az embereknek, hogy van más választásuk, van lehetőségük. Van lehetőségük az életre, a kezükben van a végzetük, tehát hogy a választásainkkal, tehát hatalmas inspiráció a számomra. És rengeteg eszközt ad az emberek kezébe. Nagyon jók a hívó kérdései ennek a vonalnak, amit ő képvisel, imádjuk, tehát mi is használjuk és bevittük az életünkbe. Nagyjából röviden annyi, hogyha az ember válaszból létezik, akkor becsukja a kapukat. Hogyha a kérdésből létezünk, akkor meg kinyitjuk a lehetőségekre. Tehát ha mi célt tűzünk ki, és egóból, elménkből kidolgozzuk még az oda vezető lépéseket, akkor valójában nagyon lekorlátozzuk azt, hogy fog az megvalósulni. Nem is adunk teret az univerzumnak, hogy mutasson olyat, amit mi nem is gondolnánk. És ennek a vonalnak, amit a Niki is képvisel, az a lényege, hogy megengedjük az univerzumnak, hogy történjen velünk olyan, amit még nem is gondolnánk, történjen. Tehát, hogy megengedjük a csodákat, beengedjük az életünkbe, és van bátorságunk, hogy ezt tudjuk fogadni is. Nagyjából ennyi, de ez nagyon izgalmas, tehát erről lehetne órákig beszélni. Igen, igen, igen. A csodák. A A csodák. csodák, ez a csodáknak a birodalma. Akkor megvolt az egyes, megvolt a négyes, van még 2. Akkor legyen a kettes. Legyen a 2-es. Most lett kiadva magyarul, magyarra fordították először, mert eddig csak németül jelent meg. Van egy szerző, aki 17 évig élt Tenerife melletti szigeten, meg
megkeresett ilyen ökoközösségeket, és fölkutatta a világon a fellelhető olyan technológiákat, ahol vízzel megy az autó, és környezetkímélő módon termelik az energiát. Vagy van olyan technológia, hogy például egy ilyen teniszlabda hálószerűséggel négyzetméterenként 8 liter ivóvizet ki lehet nyerni a levegőből 24 óránként. Tehát ezek létező technológiák, és ő ezt mind belerakta egy regénybe, és ebbe a regénybe úgy élnek Jamilandában, ami Németország közepén egy ilyen föderáció, ilyen települések közössége, hogy a víz, a lakhatás, ez alanyi jogon jár mindenkinek. Tehát a pénz olyan formában nincs bent, ahogy itt a mi kultúránkban, de van ott is valamiféle virtuális pénz, amivel ők egymás közt csereberélnek, de az emberek jók. Egy gyógyítási folyamat az nem úgy történik, hogy elmegy az orvoshoz, hanem választhatja azt, hogy kikísérje a... Megnézzük, hogy hol van az elakadásod, és kit választhat kikísérjen ezen az utadon. Tehát annyira más a megközelítés, hogy amikor ezt a könyvet így elkezdtük olvasni, akkor azt éreztük, hogy úristen, hát miért nem ilyen már a világ, miért nem így működik? Gyorsan elkezdtünk azon gondolkozni, hogy hogyan lehetne most azonnal ilyenné tenni a világot, de aztán expedíciókat kezdtünk, megnéztünk ökofalvakat, tehát elindultunk ezen az úton, utána voltak kudarc élmények, elteltek hónapok, amikor nem foglalkoztunk vele, és akkor egyszer csak azt éreztük, hogy valójában ezt csináljuk, meg te is csinálod, meg mindannyian csináljuk, tehát hogy valójában csináljuk a magunk módján, a magunk eszközeivel az univerzum beavatkozását engedjük, a felsőbb vezetőnk beavatkozását, minél inkább engedjük, hogy flowból menjen az életünk, valójában csináljuk, mert mikroszinten, ahogy magunkat is hagyjuk, hogy alakuljon át, és napon fejlődjünk, ezt a fejlődést beengedjük az életünkbe, és igényeljük a változást, a fejlődést. Ezzel szerintem már járjuk ezt az utat, hogy ez valósuljon. És nem kell feltétlen tudnunk, hogy hogyan fog ez pontosan részletekbe menően valósulni, elég az, hogyha csak mi magunk úgy képviseljük magunkat ebbe a világba, hogy igényeljük a fejlődést, a változást, a mást, megengedjük, hogy olyan dolog valósuljon rajtunk keresztül, ami még talán sose volt. Például a Nicolette-nek van az egyik mondása, hogy ő is tanulta ennek az egésznek a megalapítójától, hogy mi lenne akkor, hogyha úgy élnénk az életünket, hogy minden pillanatban valami olyat teremtünk, ami még nem volt, ami még sose volt az univerzumban. Szilárd, ez mekkora gondolat. Hogy úgy létezni, hogy teremteni, egy ilyen teremtésben lenni. Úgy élni az életünket, hogy engedni, hogy valami új történjen, valami, ami még nem volt. Tehát nem egy ilyen daráló, hogy ugyanazt csináljuk minden nap, hanem rengeteg teremtés belevinni az életünkbe, és törekszünk erre, hogy ez így legyen. Úgyhogy nagyjából ennyi. Ez távlatokat nyit, azt mondom. Távlatokat hát nyit. Ez... Hát itt van egy póló, azért ezt megmutatom. Alakult egy ilyen oroszlán törzsennek, megvan a logója. Egy oroszlán áll egy ilyen jeges vízbe, háttérben ilyen jeges táj, és akkor ez van a hátulján. Hát az az érdekes, hogy a tavaly nyáron volt egy ilyen festő munkám, egy kovácsoltvas kaput festettem a legmelegebb nyári napon. Tehát így meteorológiailag, nem tudom, 40 fok volt, vagy több mint 40. És sütött a nap, egy felhő sem volt az égen, és akkor én nem akartam összekenni a ruhámat, és levetkőztem. És így rájöttem, hogy nem csak a hideg, hanem a meleg is csak egy gondolat az elménkben. Rengeteg nézőpont, hogy Úristen, akkor a nap rákot okoz, nem lehetünk kint csak 12 és 2 között, tehát vannak számok, hogy mikor nem szabad kint lenni, amikor ilyen nagyon nagy meleg van. És én fogtam magam, és úgy döntöttem, hogy nem, én ezt nem fogadom el. Tehát egyszerűen én láttam embereket dolgozni kint, ilyen útépítések, olyan gyönyörű szép bőrük volt, meg ilyen természeti népek, sose vesznek föl ruhát, kint vannak egész nyáron, meg a négerek, és ilyen szép tiszta a bőrük, nincs rajta egy pattanás se. És fogtam magam, és én ezt ki akartam próbálni. És ez nyár volt, ilyen július vége lehetett, és onnantól kezdve én nem vettem föl pólót,
Aztán, mikor jöttek a szeptember végi, október ilyen 1-2 fokok, akkor már azért elkezdtem fölvenni pólót, de egész nyáron én póló nélkül mászkáltam, és gyönyörűen letisztult a bőröm, tehát nem égett le, tehát az elmémmel képes voltam elérni azt, hogy nem ég, egy nagyon picikét talán két ilyen 200 forintos nagyságban volt egy kis hámlás, de igazából semmilyen naptejet, semmit nem használtam, és élveztem azt, hogy éri a szél a testemet, a nap, és most hát ez valójában ez egy elég nagy rezsicsökkentés, mert ugye, hogyha egy rövid gatyába járok egész nyáron, akkor nem kell annyit mosni, tehát ez mind megváltozik. Télen, amikor elkezdenek jönni a hidegebbek, akkor egy kis pici hősugárzóval, amikor lefekszünk, akkor bekapcsoljuk, akkor reggel fölkelünk, akkor esetleg bekapcsoljuk, de ez ilyen havi 4-5 ezer forint villanyszámlával, ez lényeges rezsicsökkentés, úgyhogy ez az út, amin járok, ez egy nagyon komoly rezsicsökkentést eredményez. Ez volt a mondani való lényege. Hogy aki ezen az úton jár, annak annyira megváltozik a viszonya az energiával, hogy szerintem mindenkinél egy rezsicsökkentéssel jár ez az egész folyamat. Ha csak annyi, hogy nem annyi ruhát vesz föl, nem kell annyit mosni, az már egy nagyon komoly rezsicsökkentést jelent. Így nagyjából röviden ennyi. Igen, és még az jutott eszembe, hogy tehát ugye, ha számba veszem, hogy mitől szenved nagyon sok ember, akkor azt gondolom, hogy ezen a listán ott van az, például a rezsi szimbólumán keresztül ezek a mindenféle kiadások, meg ilyen lekötöttségek, letapadások, ami miatt nehézkesnek érezzük az életet. És ugye hát az az út, amit te is és a vele együtt haladók követnek, ugye, ez ilyen úton, hogy ezek leválnak, leomlanak, leolvadnak, lefagynak rólad, és gyakorlatilag azt látom, hogy tehát pontosan ezek a civilizációs mindenféle letapadásainknak nagyon-nagyon egyszerű megoldásai vannak és lesznek, és én úgy látom, hogy a következő évek, évtizedekben ez talán az eddigieknél még erősebben bele fog kerülni a köztudatba olyanok által, mint te is, és mindenki más, aki ezt csinálja. Úgyhogy én ennek nagyon-nagyon örülök, mert ez egyszerűen gatyába ráz minket, Robi. Amit te csinálsz, amit ti csináltok, gatyába ráz, és hogyha elég a gatya, póló nem kell, akkor talán ennyi is a történet. A kedveseddel Helgával, az Arany Szív Harmónia birtok gazdái vagytok, és sok minden témában alkottatok már eseményeket. Idén, ha valaki ellátogatna hozzátok, nagyjából mire számíthat, mit terveztek idén? Hát ugye én képviselem a férfi vonalat, férfiaknak elvonulás, ez nektek is lesz, de Dominikkal is tervezünk. Itt van egy izzasztó kunyhó, van egy két jegesmerülő, de közben kiépült a szauna is, és az egész tanyát egy ilyen spirituális központra alakítottuk, egy tér, ahol lehet eseményeket tartani, vagy akár aludni is. Úgyhogy fogadunk olyan közösségeket, csapatokat, akiknek fontos az, hogy ez egy csöndben legyen, egy ilyen nyugodt helyen, 30 hektár erdő vesz körbe. Úgyhogy egyrészt lehetőséget adunk másoknak, hogy itt megvalósítsanak ilyen programokat, meg mi magunk ezt, hát Helga is vezeti ugyanúgy a nőknek ezt az irányt. Tehát a nőknek ugyanúgy vezet jegesmerülést, ugyanúgy vezet izzasztókunyhót, Helga még erdőfürdőket is tart, nagyon komoly mentális szakember a Helga, tehát nagyon erős oldásokat tud adni embereknek ilyen lelki problémákra, ilyen nagyon gyorsak ezek a kioldások a tudatalattiból. Úgyhogy az Arany Szív Harmónia birtokom, próbálunk így folyamatosan fejleszteni, és egyre inkább egy ilyen mesevilággá szeretnénk változtatni, hogy mindenhol fű lesz, egyszer csak egy ilyen lenyírt fű, lehet sétálgatni, ilyen kis varázslatok, ilyen kis szimbólumok, ilyen kis tavacska, kis ez az amaz, Helgának álma egy ilyen labirintus kert például, tehát hogy ilyen varázslatok között, és akkor ha ide jön valaki, akkor itt lehet, hogy csak leül a fotelba, és akkor így süti a hasát a nap, vagy beleül a függőágyba, és akkor
És akkor ez akkora életérzés, sokszor itt sok ember megfordul, és akkor ez egy életérzés, ez így kiszakad abból a valóságból, amiben van, és akkor belejön egy másik valóságba, föltöltődik energiákkal, sokszor ez is egy lehetőség az embereknek. Úgyhogy itt ilyesmik zajlanak. Nagyon szépen köszönöm ezt a kis betekintőt, majd a videó alatt szintén be fogom linkelni azokat az elérhetőségeket, amelyek hozzátok vezetnek, hogyha valakinek erre van nyitottsága, késztetése, hívása, hogy részt vegyen ezeken a jellegű programokon, jegesmerülés, hidegmerülés, különböző férfinői beavatások, akkor sok szeretettel tudom javasolni Robi és Helga tevékenységét, klassz programjait. Én nagyon köszönöm, Robi, hogy ezt az órát együtt töltöttük. Nekem nagyon jól esett, ezek az élmények emlékeztetőek, feltöltőek voltak. És hát én már nagyon várom azt, hogy 2 hét múlva ellátogassunk a srácokkal hozzád, és bízom benne, hogy arról is lesz majd mit még mesélni a jövőben. És köszönöm szépen azt, hogy az utadon jársz, és te is képviseled azt, amit élsz, és adod tovább azt, amit élsz. Köszönöm nagyon a meghívást, és nagyon kellemes volt nekem is a beszélgetés veled. Ha tetszett nektek ez a videó, és szeretnétek hasonló témájú, erőbe emelő, megújító videótartalmakat látni, akkor iratkozzatok fel a csatornánkra, ha ezt még nem tettétek volna meg. Küldjétek nyugodtan tovább, osszátok meg a videót azokkal, akikről úgy gondoljátok, hogy szükségük van erre. Ha szeretnétek erőbe emelődni, javaslom, hogy keressétek meg Robit, és szívesen vesszük a visszajelzéseteket, akár legyen egy ilyesmi formában, vagy egy értékes hozzászólás formájában, azzal kapcsolatban, hogy ti hogyan léphetétek a saját tisztulásotok, megújulásotok, erőbe emelésetek útjára. Ez volt az Angyalszív Akadémia, én Engelhard Gábor Szilárd vagyok, csodálatos napot nektek!